Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. 25 szakember, köztük a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szülészeti nőgyógyászati osztályának vezetője, dr. Hagymási László alapító tagságával megalakult a szoptatást támogató nemzeti bizottság. Ez lesz a következő műsor témája, vendégünk pedig dr. Hagymási László, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióba, és mindjárt gratulálok ehhez a szép feladathoz. Hát köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Beszélgettünk sokat már több fórumon arról, hogy mennyire fontos neked a családbarát szülészet és nőgyógyászat. Ez hozzátartozik ehhez a témához? Hát ez nagyon szorosan hozzátartozik. Annyira szorosan hozzátartozik, hogy igazából én nem azért kerültem be csak, nem ebbe a bizottságban, mert a szülészeti osztálynak a vezetője vagyok, hanem azért, mert van egy társaság Magyarországon, egy szakmai társaság, amit úgy hívnak, hogy a Magyar Pszichoszomatikus Szülészet Nőgyászati Társaság, mely 1992-ben alakult, és ennek már alapító tagja vagyok az alakulásánál, sokáig főtitkára, most meg az elnöke vagyok. És gyakorlatilag ebben a bizottságban, mint ennek a társaságnak az elnöke kerültem be. Akkor ahhoz, hogy megértsük az új bizottságot, ahhoz a régi bizottságnak a feladatait kellene megismernünk, tehát mivel is foglalkozik? Hát tulajdonképpen ez a szoptatás támogató nemzeti bizottság már ez ezelőtt is volt, csak most újjá alakult. Tehát az egész szoptatás kérdését, tehát menjünk vissza egész talán a KH-ig, 1989-ben az ENSZ hozott egy határozatot, mely arról szólt, hogy a gyermekeknek egy szebb és egészségesebb jövőt rajzoljanak föl a világon. Ehhez csatlakozott 1990-ben Firenzében aláírtak egy dokumentumot, ami a Magyar Köztársaságnak a képviselő is akkor részt vett, ezt a programot elindítja a világon, és akkor a szoptatás az részese legyen a új gyermekeknek a fejlődésének, és 1990. augusztus 1-ét ekkor nyilvánították a szoptatás világnapjává. És ezt követően a WHO és a UNICEF létrehozott egy baba barát kezdeményezést a világon, hogy a szülészeti osztályokon, a kórházakban egy olyan programot hozzanak létre, hogy a megszületendő gyermekek minél többet, minél tovább a kizárólagos anyateljes szoptatás a valósuljon meg. Már az ENSZ határozat igazából 1989-ben úgy szólt, hogy 2000-re a világon az újszülöttek mintegy 80%-a kizárólagosan, mintegy 4-6 hónapig anyateljes tápláláson él. Na most hát ez még messze vagyunk ettől ma, pedig már 2020-ban vagyunk, de azért a 20, illetve 40 év alatt összesen már mondhatom, mert már 90-es évektől indult ezek, rendkívül sokat változott a világon is, és Magyarországon is a helyzet. Valamikor volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy egyszer majd nem lesz arra szükség, hogy szoptassanak az anyák, igen, mert hogy fejlődik a technika, és hogy majd kiváló tápszerek lesznek. Hát ez volt az óriási tévedés. Tehát ezelőtt 40 éve, amikor ENSZ is ezzel elkezdett foglalkozni a 90-es években, pontosan azért volt, mert teljesen elfordult a világ a szoptatástól. Tehát dehumanizálódott az egész újszülött ellátás, a szülészeti ellátás, a testgondozás, erről nagyon sokat beszéltünk már, meg tudunk beszélni. És a nők egyszerűen nem volt divat a szoptatás. Tehát jöttek a tápszerek, és úgy gondolták, hogy a tápszer elég az újszülötteknek és a fejlődéséhez, és a nőknek az úgy gondolták, hogy fértik az alakjukat, és nem akarnak szoptatni. Nem volt divat, és sőt lebeszélték egymást a szoptatásról a fiatal anyák, és ez nagyon káros volt az újszülöttekre. De nem csak az újszülöttekre, az édesanyáka is káros volt, sőt az egész család is folyamatra, hiszen az egész program tulajdonképpen nem csak az újszülöttekről szól, hanem az egészséges, boldog családi életről az újszülötteken keresztül az egész családoknak a kialakulásába befolyásolja az egész folyamat. Egy nagyon összetett, komplex folyamatról van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy mit tartalmaz az a táplálék, ami a kisbabába bejut. Igen, hát az egy dolog az, hogy nagyon szükség van az anyatejre. Tehát azt mindenki tudja, és erről nagyon sokat beszéltek már, és beszélünk ezután is, hogy úgy az újszülött számára nagyon fontos az anyatej, ami a tápszer semmiképp nem pótolja. Tehát rögtön már a szülés pillanatában keletkezik a kolosztrum. Úgy hívták régen, hogy boszorkánytej. Lebeszéltek róla az anyukákat, a régi öregek, hogy hát az nem szükséges. Nagyon nagy szükség van rá. Olyan immunglobulinok vannak benne, olyan védőanyagok vannak a kolosztrumban, már az előtejben, amit már rögtön az
az újszülött, hogy megszületik, már egy fél órán belül elkezd szopni, ami a szülés pillanatától kezdve az ő védettségét a különböző fertőzésekkel, infekciókkal szemben nagyon befolyásolja. És a később is az anyatejnek nagy jelentősége van a különböző betegségeknek a megelőzésében, hogy az édesanyától olyan immunglobinokat, olyan biológiai és hormonális anyagokat kap, amik egész életében meghatározza az ő egészséges életét. És emellett, hogy olyan anyagok vannak benne, amik a tápszerrel nem pótolható, hanem egy olyan kapcsolat van az édesanyja és az újszülött között már a szoptatás pillanatától, ami egy olyan interpersonális kapcsolat, ami az együttlétüket meghatározza, de az újszülött fejlődését, az édesanyjához való kötődése révén, a később a beilleszkedését a társadalomba, a családba is meghatározza. Tehát nagyon nagy szükség van erre a kapcsolatra, egy olyan pszichológiai hatása van az újszülöttre, ami a későbbiekben is fontos. Na, de nem csak az újszülöttöknél van jelentőség, az anyáknál is. Tehát az anyánál is nagyon fontos, hogy az ő tudatát az fejleszti. Tehát az, hogy ő tud szoptatni, az egy önbizalmat ad. Az, hogy az ő hogyan szoptat, és az újszülöttjét el tudja látni, hát ő nagyon is nagy biztonságot ad, és hát a biztonság egy egészségesebb kapcsolatot hoz létre az édesanyja és az újszülött között. És nem, hogy rontja az alakjukat, hanem javítja az alakjukat a folyamatos szoptatás. Tehát ennek pozitív hatása van biológiailag, fizikailag is, és lélektanilag is, úgy az édesanyjára, mint az újszülöttre. Hogy a tudomány mennyire más irányban fejlődött, az említett koloszum már tápláléki-kiegészítőként is kapható. Nagyon nagy funkció van, igen. Mert hogy amikor az immunrendszerről van szó, és van. Ebben az időben, amit most élünk, viszont sokszor van szó az immunrendszer erősítéséről, felnőtteknek is ajánlják, úgyhogy hogy ne lenne fontos az egy babának, de maradjunk akkor az anyukánál. Milyen fizikai problémákat okozhat az anyánál, ha elhagyja a szoptatást? Hát, mert így benne vagyunk ennyire, tehát például, hogyha a szoptatás rögtön, hogy mennyire fontos az anyánál a szoptatás, a szülés pillanatától kezdve, hogyha szopik az újszülött, olyan anyagok, hormonok termelődnek az édesanyja szervezetében, azért hívják ezt a prolaktin hormon, ez a tej termelését felelős hormon, mely beindítja az endogén oxitocin, ez egy belső hormon, ami a mély összehúzódásért felelős, mert nem csak a mély összehúzódásért, hanem a tejmirigyeknek a tej kiáramlásáért is. És ezért ez a folyamat nem csak a szoptatásért felelős, hanem az anya egészségéért is. Mert ha valaki rendszeresen szoptat, már az első pillanattól kezdve, az a méhnek a szülés követően meg az összehúzódásával megakadályozza a különböző vérzéseknek a kialakulását. Ennek következően különböző infekcióknak a kialakulását, és a későbbiekben is folyamatosan az édesanyjának az egészségét biztosítják ezek a hormonális folyamatok. Tehát nem, hogy rossz hatása, hanem jó hatása van az édesanyjára, már szülés pillanatától kezdve. Említetted, hogy nem rosszabb, hanem jobb lesz tőle az alakja. Ez alatt mit értünk? Hát csinosabbak lesznek. Tehát nem, hogy elfíznak, és az emlőnek a regeneráció az pedig óriási, tehát visszanyerik az eredeti formájukat. Tehát nem elhíznak sokan, azt hitték, ha valaki szop, tehát elhízik, de ez nem igaz. A megfelelő egészséges táplálkozás, folyadékbevitellel, megfelelő szoptatás, minimum 6 hónapig, de akár 1 évig, hogy mind a kettőre, mint az újszülöttre, a csecsemőre, mint az anyára egyértelműen pozitív hatásával. És hogy ez egy komplex folyamat. Tehát, hogy ez az egész bizottság kérdése, vagy az, amiről beszélünk, ez nem csak arról szól, hogy most szopik, vagy nem szopik egy újszülött. Mint mondtam, hogy maga az újszülötteknek, a csecsemőknek és az a fiataloknak az egészségét nagyon befolyásolja, de maga a családdá válás folyamatát is befolyásolja. És az egész szoptatás kérdése nem ott kezdődik, hogy most mi beszélünk, ami után megszületett az újszülött, hanem erre föl kell készülni erre a folyamatra. Tehát már nem mindegy, hogy a várandós gondozás során hogyan foglalkozunk a terhesekkel, hogyan a kismamákkal, a házaspárokkal, mennyire preferáljuk a szoptatás kérdését például, vagy a természetes szüléskérdésről mennyit beszélünk. Tehát nagy fokkal van a szülésre felkészítő programoknak. A szülésre felkészítő programoknál úgy is fogalmazunk, hogy felkészítjük az anyukákat, a házaspárokat, a társaságra, a várandóságra, a szülésre, a gyermekágyas időszakra, a szoptatásra, amire nagy szükség van. Erre föl kell őket készítenünk. És a következő folyamat, hogy nem mindegy, hogy hogyan szülnek, milyen körülmények között. A régi dehumanizált szülészeti módszerrel, vagy egy természetes, családbarát, családközpontú szülészeti struktúrába, egy új szülészeti szemlélettel szülnek a
édesanyák, a házaspárok, a családok. Hisz már nem a szoptatás pillanatában születik meg a család, hanem a szülés pillanatában. Akkor megszületik az újszülött, nem mindegy, hogy milyen körülmények között születik, és abban a pillanatban az édesapa ott van vagy nincs, és azonnal megszületik a család, illetve a szülés követően van egy aranyóra kérdés, amikor az újszülöttet egy órán, még tovább is az édesanyja mellé mellkasán hagyjuk a szülés pillanatától, és bármikor megölelheti, hallja az új édesanyja dobogását, és megszoptathatja már rögtön az első fél órába az újszülöttet, és ekkor válik családdá a család, és ez mind-mind befolyásolja később majd a család kapcsolatokat, illetve a szoptatás kérdését. Ezért nem lehet csak izoláltan a szoptatásról beszélnünk, és ez a szoptatás támogató nemzeti bizottság is már régebben is megalakult, de inkább csak a szoptatásra volt koncentrálva, de kevésbé a szülészeti ellátásra és a várandós gondozásra. Ebben a bizottságban az ezelőtt nem volt tagja szülész szakember. Ezért óriási változás most, hogy eljutottunk oda, hogy szülész szakember benne van a bizottságban, illetve a bizottság a céljai között három fő célja van ennek a bizottságnak. Az első célja az, hogy családbarát szülészeti program megvalósításának támogatása Magyarországon. A másik program az, hogy a kizárólagos anyatejes szoptatásnak a biztosítása, annak a minden problémájának a megoldása. És a harmadik, hogy a családbarát kezdeményezés, a családbarát kórházaknak a programnak a kiszélesítése, kiterjesztése a magyar szülészeti kórházakon, a kórházakban, és ennek megvannak a feltételrendszere, és ez a bizottság tulajdonképpen különböző rendmódszerekkel hozzájárult, elbírálja, hogy mely kórházak azok, akik megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, és ez alapján fogják megkapni a feltételeket, és a bizottság a minisztériumnak, egy miniszternek egy tanácsadó testülete. Tehát a bizottság nagyon széleskörű munkát végez, föltérképezi jelenleg, hogy hogy áll jelenleg Magyarországon a családbarát szülészeti program, hogy áll ma Magyarországon a szoptatási program, hogy működik, hogyan működik ez a bababarát kórház, és meghatározza azokat a feladatokat, amit a különböző területeken lépnünk kell, esetleg széles skálán, nem csak a szakmán belül, hanem társadalmi szinten is kell lépnünk. Mert ahhoz, hogy megvalósuljon ez a bababarát kórház kezdeményezés, ahhoz 10 pontot határozott meg a WHO, amit teljesíteni kell. És ez a 10 pontot, annak például az első része az, hogy megfelelően föl kell készíteni a szakembereket arra, hogy tudják tájékoztatni a kismamákat a várandós gondozás során már, vagy a szülőszeti osztályokon, vagy a csecsemős nővéreket egyáltalán a szoptatás fontosságáról. Tehát a szakember képzésnek óriási jelentősége van. Akkor kell szerintem olyan program külön, hogy a célszámézek, tehát a várandós gondozás során, amiről beszéltem, hogy hogyan kell fölkészíteni a kismamákat erre a folyamatra. Meg kell valósítani a szülészeti osztályokon a szülészeti, az, hogy az aranyórát biztosítjuk. Ez benne van a kritériumrendszerben, eddig is benne volt. Benne van a kritériumrendszerben, hogy egy roaming-ines rendszereknek a bevezetése. Hogy a szülés után a gyermekágyos osztályoktól ne vigyük el az újszülöttet, hanem folyamatosan a 24 órát együtt legyen az édesanyja az újszülöttjével, bármikor megfürdetheti, tisztába teheti, bármikor emlőre helyezheti. Benne van a kritériumok között az igény szerinti szoptatás. Tehát ma már nem úgy van, hogy 3 óránként kell vinni szoptatni az újszülötteket, hanem bármikor, amikor úgy látja az édesanyja, hogy szükség szoptatni szeretne az újszülött, igenis kell, akár egy, vagy akár mindkét melléről. Nem bármikor emlőre lehet éjjel-nappal emlőre lehet tenni, természetesen túl gyakori sem jó. 8 körül van legalább, ami naponta emlőre lehet tenni az első napokban, és az később ez beáll. Tehát az úgynevezett igény szerint kell biztosítani a szoptatást. Benne van a kitörőrendszerben az, hogy olyan klubokat kell létrehozni, az édesanyák egymás között is tudnak esetleg kapcsolatot teremteni, kicserélni a különböző tapasztalataikat. Tehát nagyon sok dologt kell teljesíteni, és ebbe nagyon fontos a szülészeti ellátás, már a várandós gondozás, a szülészeti ellátás, amit mi már úgy neveztünk annak, hogy egy családközpontú szülészet. Hogy egy picit hazabeszéljek, 1990-ben volt, amikor az ENSZ-ben megszületett ez a határozat, hogy meg kell valósítani a kizárólagos szoptatást. A szülészeti szakmában Magyarországon 1986-ban kezdtünk el foglalkozni a családbarát szülészeti ellátással. A családközpontú szülészet. Akkor már meghatároztuk, hogy hogyan kell lépni a várandós gondozásba, a szülészeti ellátásba és a roaming-ines rendszerben,
leakadásod a társaság, amit mi 92-ben létrehoztunk, ez azóta is nagyon sokat tett azért, hogy Magyarországon ebbe tovább lépjünk. És még hogy a teljességet legyek a történelmről, hogyha már beszélek, hogy 1992-ben a Debreceni Szülészetnőgyászati Klinika kapta meg az első babavárt kórház címet Magyarországon, de aki nem csak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló volt. Tehát azért ennek van egy múltja, de nem tudtuk teljesen azért áttörően megvalósítani ezt a programot. És hogy ha esetleg még van egy pár perc, hogy elmondhatom, akkor, hogy ebben a programban nagyon sokat tett ma a kormány. Tehát az, hogy most létrejött ez a babavárt kórház, a szoptatást támogató nemzeti bizottság, ugye ez a kormánynak a támogatása, hogy hozta létre ez a kormánynak a bizottsága. És tudja mindenki, de emlékeztetem, hogy két évvel ezelőtt elindult egy pályázati program Magyarországon, ami a családbarát szülészeti osztályoknak a struktúrális átalakításához. Mintegy 10 milliárd forintot osztottak szét pályázat formájában, és a szülészeti osztályok megpályázhattak, hogy átalakítsák a szülészeti osztályokat, a szülőszobákat, hogy alkalmas legyen az együttszülésre, alkalmas legyen a természetes szülészet megvalósítására, és a gyermekágyas osztályokat pedig a roomingines rendszerre. Addig ez minden osztály magának nem volt megfelelő feltétele. Tehát több ágyas szülőszobák voltak, több ágyas kórtermek voltak, és most már ugye családias szülőszobákat és családias egyágyas kórtermeket hozunk létre, melyben az édesapa is ott lehet a szülés után is az édesanyával, az első egy-két napon. Most ehhez a feltételeket kell először megteremteni, tehát a pályázati program lehetőséget adott. Hogy zárójelben mondjam, a mi szülészeti osztályunk is megpályázott ezt a programban részlet, mintegy 200 millió forintot nyertünk a pályázat során, és most már egy fél éve építjük át a szülőszobánkat, a gyerekágyas szobákat. Ez meg is nehezítette most, pláne itt a Covid-járvány idején, de nehezen az ellátást, de örömmel mondhatom, hogy kb. Két-három héten belül átadásra kerül az új szülőszobai taktusunk, és a gyermekágyi osztálynak egy része, ahol már olyan kórtermek lesznek, ami megfelel. Eddig is nagyon szép volt az osztályunk, eddig is nagyon jól működött, és eddig is működött a családbarát szülészetünk nálunk. Nem véletlen, hogy Bababarát kórház címet megkaptuk, mint egy 3 évvel ezelőtt, az év szülészete lettünk, de hát tovább is lehetett fejlődni, és kihasználtuk ezt a lehetőséget, hogy még szebb, még tökéletesebb szülőszobákat, tehát a gyermekágyas szobákat hozunk létre. És a harmadik pedig az irány, a szakmai hozzáállás. Tehát, hogy a szakma is meg tudja valósítani ezekben a jó feltételek mellett a szülészeti ellátást. Létrejöttek a családbarát elvekre épülő szülészeti és újszülött ellátásnak a szakmai irányelvei, szintén a minisztériumnak a kezdeményezésére, és ez tavaly lett parafálva, és ezek az irányelvek már meghatározzák, hogy ezekben a szülészeti osztályokon, amelyek megkapták a pályázatot, kötelező az új irányelveknek megfelelően a várandósgondozás és a szülészeti ellátást biztosítani. Tehát, ha jól értelmeztem, a bizottság egyszerre segíti a kórházakat, segíti az anyákat, vagy a családokat, illetve segíti a minisztérium, az illetékes minisztérium munkáját. Feltérképezi. Hát a bizottság úgy segíti a kórházakat, hogy meghatározza azokat a feltételeket, vagy hiányosságokat, hogy hol, hogyan van, és javaslatokat teszünk. Tehát ennek nincsen operatív feladat lehetősége a bizottságnak, csak javaslattevő lehetőségei van. Visszatérve a szoptatásra, szükség van a kampányolásra? Tehát tényleg? Igen, hát ez is hozzátartozik a médiának az észvétele. Tehát az információ csere, az információ átadása. És nagyon sokan a mai napig is nem megfelelő információkkal rendelkeznek, vagy rossz információkkal rendelkeznek. Tehát nagyon fontos arra, hogy megfelelő tájékoztatás legyen. És hát a szakemberek is sokszor tévednek, és a szakemberek sem teszik magukévá ezt a programot. Ezért nagyon fontos a szakember képzés. Tehát olyan szinten működik a szakember képzés, hogy a Bababarát kórházi kezdeményezésnél még a takarító nőket is megkérdezik, amikor jön az ellenőrző bizottság, hogy működik az osztály, hogy ők tudják-e a szoptatással kapcsolatos alapvető elveket. Hogy nehogy az legyen, hogy a takarító nő, amikor takarít, akkor azt mondja a kismamának, hogy hát a hülyeségre nincs is szükség. Tehát nem mindegy, hogy hogyan, mindenki része ennek a folyamatnak. Tehát ezért nagyon föl kell készülni mindenkinek, tehát nem elég róla eleget beszélni, hanem sokat kell róla tájékozni, minél pozitívabb irányba kell befolyásolnunk a szakembereket, a társadalmat, és aktívan résztvevőket, a kismamákat, a házaspárokat, a párokat, illetve a családokat.
Nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy nem egészségesen táplálkozunk, és így az anyák sem táplálkoznak egészségesen, főleg a fiatalabb korosztálynál fordul elő. És ezzel van, aki érvel, hogy ő azért nem szoptat, mert ő hátha sok mérget eszik, és az majd pogyhat az ő gyerekére. Hát ezek a tévhiteket kell meg eloszlatni. Tehát minden, ha valakinek ilyen lehet, ezért kell mind több olyan programot szervezni, azokkal tudunk beszélni részleteiből, vagy kérdéseket föl lehet tenni. Tehát alapvetően az egészséges táplálkozás, az egy teljesen más tudomány nyilván, de csak tegyük bele, hogy az egészséges táplálkozás, aki alkalmat, aznál nem lehet probléma a szoptatás. És a szoptatásnak a legnagyobb hogy jól működjön a szoptatás, az egyik az egészséges táplálkozás, megfelelő folyadékbevitel, és a pozitív hozzáállás. Tehát az édesanyának az, hogyha ő pszichésen úgy áll hozzá, hogy igenis én tudok szoptatni, és szeretnék szoptatni, akkor az biztos, hogy jó hatása van, mert nagyon nagy pszichológiai hatása, pszichés hatása van a szoptatás gátnak, vagy a szoptatás segítésének. És hogyha megfelelően tudja alkalmazni, és minél többet szoptat, minél jobban szoptat, annál eredményesebb lesz a szoptatása, és annál jobban fog működni. Tehát ha valaki negatívan áll hozzá a kérdéshez, az biztos, hogy csődöt jelent. És ezért föl kell készülni erre a folyamatra, már egész korai stádiumban, prékoncepcionálisan szinte már tervezés előtt is mindenütt beszélni kell erről. Már akár az iskolai felvilágosításnál is érdemes. Tehát ezeket, hogy hol kell belépnünk ezek, hogy minél több információt tudjunk eljutatni az embereket. 2020 tavaszán, amikor megjelent a koronavírus, az első kérdések, amelyek a kismamáknak megfogalmazottak, az pont arról szólt, hogy fognak szülni, hogy ott lehet-e az apa ebben a helyzetben a szülésnél. Hát ez egy külön kérdés, ugye a COVID-járvány, ez egy borzasztó dolog itt ma Magyarországon meg a világon is. Hát amikor tavasszal beindult a járvány, akkor elindult a látogatási tilalom, és a látogatás törvény, amikor megszületett, akkor volt kivétel, hogy milyen esetek van a kivétel. Ilyen kivétel volt a gyermekek, akik a kiskorúak, vagy az időskorúak, a rászorulókat, tehát azokat be lehetett látogatni, és benne volt az is, hogy a szülésnél, mivel a szülésnek a része ma már hál' Istennek törvény szerint az édesapa egy hozzátartozó, ezért kivételesen részt vehetnek a szülésnél. Tehát a törvény, a látogatásom nem tiltotta meg a hozzátartozók jelenét a szülőszobán. Megnehezítette, de nem tiltotta, de meg kellett oldani, hogy a szülőszobákon, vagy az édesapák megfelelő higiénikus rendszer betartása ott legyenek. Mi egy sajátos helyzetben voltunk, nem is volt könnyű helyzetünk, mint az előbb elmondtam már, hogy januárban kezdődött el a szülőszoba átalakítása. Nekünk az egész szülőszobai traktusunk, ami egy nagy komplex, folyamat, azt le kellett zárni egyszerre. És a szülészeti osztálynak egy részén, a hotel résznek egy folyosóját alakítottuk át a folyosót, és az ottani kórtermeket szülőszobákkal. És ezek, itt a feltételek az együttszülése nagyobb kockázatot jelentettek, mint a eredeti szülőszobánk lett volna, vagy más osztályokon, más intézetekben szülőszobánk. Ezért a kórház vezetésével közösen az a döntés született, hogy javasoltuk, hogy ne jöjjenek az apukák be, nem csak önmaguk, hanem a hozzátartozók, más családok, más szülőknöknek a veszélyeztetése miatt. Mert nem tudtuk a megfelelő izolációt elvégezni. Sajnos nagyon sok, ez így működött, és nem nagyon sokan ezt nehezen értették meg, és nagyon sok támadás ért bennünket ezért. De a biztonság kedvérét, mert idéglenes szülőszobán voltunk. De különben, amikor megszületett a törvény, a Müller Cecília el is mondta, hogy azokon a szülészeti intézményekben, ahol ez megoldható, akkor ott lehetnek az apukák, de ahol nem lehet ezt megoldani, mert valami oknál fogva nagy a veszély, akkor természetesen akkor azt mellőzni kell. Ezt alkalmaztuk mi is, és sajnáltuk a apukák, hogy nem jöttek be, de hál' Istennek, hogy tök jól működött a rendszer, jól halad az építkezés. Most visszaállították, amikor megszűnt a látogatási tilalom, akkor feloldottuk ezt a nehézséget, és azóta bejönnek az édesapák a szülőszobába, mert jelenleg is az idéglenes szülőszobán. Most jön az újabb járvány, mivel hogy egy pár héten belül elkészül és átadásra kerül a végleges szülőszobarendszerünk, ahol már minden lehetőség biztosítva van a kellemes, kényelmes családi együttszülése, ezért most nem akadályozzuk az édesapák jelenlétét a szülőszobán, maximális körültekintése, de lehetőséget biztosítunk jelenleg, hogy ott lehetnek a szülőszobán. De pár hét múlva már az eredeti a szülőszobán lesznek. A másik, amit ilyetten kérdeztek a kismamák, hogyha egy kismama megfertőződik a koronavírussal, akkor szoptathat-e? Szoptathat.
Szoptatat. Tulajdonképpen nem befolyásolja a szoptatást, nem befolyásolja az újszülött kérdését, úgyhogy minden további nélkül együtt lehet az édesanyja az újszülöttjével szoptatat. Mindezzel együtt a bizottságra még sok munka vár. Hát sok munka vár, de reméljük, hogy olyan örömteli munka vár ránk, aminek meg lesz az eredménye, és valóban be kell teljesedik az, hogy nem csak a világon is, de nem csak a világon, hanem Magyarországon is a kizárólagos szoptatás minél szélesebb körben elterjedjen, de itt nem csak a szoptatás, hanem olyan családok szülessenek ezekben az új szülőszobákon és az új irányelvek alapján, vagy olyan pozitív szülés élményt biztosít az édesanyáknak, a családoknak, mert egy életen át meghatározza az ő életüket, és szívesebben visszajönnek újból szülni másodszor is, harmadszor is, és ez nem csak egy-egy családra lesz pozitív hatása, hanem akár a demográfiára is pozitív hatása lehet, és a több gyermek születik, és hát a többen leszünk, és ez nem mindegy, és ezért is támogatja ennyire a kormány ezt a programot. Nemes cél és eléréséhez sok erőt és egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm magam és mindnyájunk nevében. Köszönöm szépen, kedves nézőink! A műsorban dr. Hagymási László volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!